egy kiállítás megnyitón vagyunk, méghozzá egy Békés Csabai, egy Békés megyei művész, Holó Huber Lászlónak a képeit láthatják itt a falakon. Nagy örömmel hívtuk el a művészt, hogy állítsa ki itt kiállítását nálunk a kamarateremben. Egész hónapban megtekinthető ez az anyag. Március hónap végéig tart még a kamaratermi szezon, és addig lehetőség van megnézni ezeket a képeket. Felkérem Szilágyi András művészettörténészt, hogy nyissa meg a kiállítást, és tudjunk meg többet a művész munkásságáról. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves jelenlévők! Arra az esetleges kérdésre, hogy Holó Huber László mit fest, a játékos válasza szellem ösztönét felelné. De az már biztos, amit megél hozzá, abban az ösztön szelleme nyilvánul meg. Vagyis egy önmagában brutálisan szembenéző alkotó műveivel szembesülhetünk. A világkorunkban olyan képzavarrá vált, amelyben nem csak a képek, hanem az azt leképező fogalmak tartalmának kiürülése is megtapasztalható. Sőt, a kultúrát összetartó céltételezések morális ereje is gyengülni látszik. Értékválság? Vagy átalakulás mondhatnánk? A gyanútlan látogató nem is jár olyan messze az igazságtól, hiszen a mi békéstájú világon horizontján is felsejlik, felderenge változó kép, amelyben a művészet is átkerül egy új időszámításba. Ebben az új időszámításban a képzőművészet is úgy éli túl önmagát, hogy nem csupán maga a művészet, hanem a szép, illetve a csúf esztétikai minősége is változik. Az ártatlanság korán túl nem marad más, mint a hitelesség, hiszen mindennapi tapasztalattá vált az álképzőművészet, az esztétikai értelemület semmi, a kiürült tartalom az üresség. A képzőművészet történetét is tehát újra és újra kell értelmeznünk, hiszen ki ne tudná, mégis mozog a föld, és bizony a hazai globalizálódó szabadversenyes kapitalizmus uralmi viszonyai a regionális képzőművészetet is dezorganizálta. Így megkerülhetetlen Holó Huber László művészetének megértéséhez a kortárs békéstájé képzőművészet áramlataihoz való kapcsolódása, amelyben az egyes életművek különbözőség ellenére is kimutatható jellegadó párhuzamosság az új dadaizmus, a szürrealizmus, az új expresszionizmus és az árbőtt szemlélet között. Ennek a szabad expresszív szenvedélynek különös esztétikai értéke éppen rokonítható szabálytalanságában, illetve jellegadó nyers voltában rejlik. Holó Huber László festészete tehát nem olyan rendhagyó önkiteljesű szabad művészeti folyamattá vált az idők folyamán, amely nem csupán a helyi társadalmi kiszorítottság kíméletlen korlátait, nem csupán a képi kifejezések eszközök keresetlenségét, hanem a funkciókat vesztett anyagok gátlástalanságát, elszegényített jellegét is képes volt művészeti transzformálni. Holó Huber László vad, erőteljes műveit látva akár is fel is kiállhatnánk. Kitöltött lett az üresség? Pedig visszatekintve a megtetült hosszú útra nehezen tudott megérkezni. Holó Huber László 1943-ban született Békés Csabán. Az 50-es évek végén gimnáziumi diákjével a legendás Mokosúrja szabadiskolában járt festészetet tanulni. A 60-as évek közepén megismerkedett Babarek Károly Békés Csabai festőművésszel, aki emberileg és szakmailag is támogatta, és fel is készített az IPMSZP főiskola felvételi követelményei teljesítésére. A háromszor is sikertelen próbálkozásra azonban a befelé fordulás évei következtek. Biztos volt abban, hogy nem a képességei szerint ítélik meg, hanem az egész lényéből, viselkedéséből, hajviseletéből és ruházatából sugárzott protestálás szerint. A 60-as évek végén és a 70-es évek elején igen sok tehetséges, a kibontakozási lehetőséget kereső alkotember volt Békés Csabán egymáshoz préselve. Önérvényesítő reakcióként ekkor kialakult a protestáló, a nemzetközi és a hazai neovangárdhoz igazodó új kifejezési formát kereső fiatal alkotók egész csoportja. Ennek a hatóságilag ellenőrzött levezetére szerveződött az úgynevezett ifjúsági klubhálózat, a helyileg a KISZ program szervezése alatt tartott Békés Csabai Gyopárklub. Az alkotók visszaemlékezés szerint az aktív klub élet ellenére egyre többen a besugóktól mentes magánlakások intim keretei között kerestek menedéket. Így kialakult egy helyi szubkultúra, amelynek motivációs tartalma élni, szabadon élni az extravagáns különcök életét, a személyes választáson alapuló önkifejezés lehetőségét. Mindez azért van fontos hangsúlyozni, mert Holó Huber László festőművész szemléletét
egy valóság alatti, egy valóság feletti ellenkulturális magatartás határozta meg. Ezért művészetének megértéséhez a tentiekben vázolt szűke és tágabb kulturális háttér is elengedhetetlen feltétel. A békésvári képzetet eddig nem számon tartott történetéhez tartozik, hogy 1968-ban az űrgazdasági analizmus bevezetésével már a központi kultúrpolitikai irányelveikben is érzékelhetők voltak az oldódás jelei. Az abszolutisztikus elvek változását viszont a helyi viharsarki gyakorlat nem igen követte. Betiltott, illetve nem engedett kiállítások után 1968-ban Lantosi Atya Vászló tehetséges avantgárd képzőz barátjával nyugodtra kívántak menekülni. Taktikai érzékük azonban cserbe hagyta őket. Jugoszlávián keresztül ugyan ki is szöktek, de a prágai forradalmi események kiterjedt szigorított határelőzése miatt a jugoszláv és olasz határon elfogták, majd 30 nap elzárás után vissza is koloncálták őket. Ennek több mint egy évtizedig rendőrségi megfigyelés zaklatás lett a következménye. A szabad élet, a szabad képzőművészeti kifejezés kereső alkotó politikailag megbízhatatlan lett, rendszert el nem fogadó lázadó. Az őrtét rendőrségi megfigyelések után is megmaradt kívülállónak, bizalmat kereső alternatívnak. Életmódjában egyre kevésbé, de külsőségeiben viselve hordott lett a kemény rockzenével is összefüggő szubkulturális magatartás, valamint az értelmiség körökben jól ismert passzív rezisztencia menekülési módja az ismételt vodka rummal. A korabeli kifejezésére olyan, amíg lehetséges szabadságot demonstráló hippi volt, aki néha-néha meglebegtette a dadaista kézművészeti zászlót. Az elfogadható foglalkozás is megtalálta, beteghordó lett a városi kórházban, majd a vérállomáson asszisztens. Mindeközben a lakótelepi szűk konyhában rajzolt és festett. Csoportos képzőzeti kiállításon és sok baráti kérésre vett részt, sajátos önterápia volt ez, a levelezés, az emlékek elszakíthatatlan szállal, én bent, barátom kint, bent legbelül. Kinkeservesen teltek számára a Kádárkor barmi szürkei szintelen évei, de a rendszerváltás megszólaltatta benne a végzmengőt. Holló Hóben László árult jellegű absztrakt expresszionizmus fedőnevi művészete némi eligazítás ad számunkra a békebeli mozgósítás időszakáról is. Műveiben a folytonosság, mint egy valamikor elveszett ráció és egy újra megtalált érzékiség élet fel, amelyben nem kell magának semmiféle ideológiát, pontosabban elveti az apologetikus eszmét, mint ideál. Felszabadultan az irracionális, az ösztönös urálmát éli meg, a kékek, feketék, sárgák, vörösek formakéző kivetülését, amelyben az ösztönös már nem akar metafizikai rendszert, hanem oly sok megszakítás után azonos kíván lenni önmagán. Az elmúlt évben a Szentendrei Vajdalai stúdióban megrendezett nagy sikerű kiállítás után már levonható a következtetés, hogy szakmailag elismert, következetes alkotómunka és nem a hivatalosnak minősített intézményes képzési formák alapján tekinthetjük őt alkotóművésznek. Az utóbbi évek alapján végbement illúziót vesző társadalmi történések, események meggyőzték arról, a művészet nem csak képek létrehozása, hanem önfegyelmező életutazás, belső élet. Hosszú út volt ez önmagától önmagáig, rendszerint tempera vagy akril alkú festéket használ. A kompozíciók fókusz, illetve enyészpontja horizont alá rejtett, sajátos centrifugális erőteret képezve, és bizony az anyag nem mindig engedelmes, sokszor meglepetéseket okoz a saját fizikai tulajdonságait gyakran csábítani dekoratív megoldásokra. Ebben az alkotó küzdelemben a figyelemre vevő fordulat éppen az, hogy személyes élete lett a legfontosabb gyökere a művészetének. Őszinte akar lenni, őszinte próbál lenni. Valójában itt már egy olyan elhagyott érdekek érvényesülnek, amelyre érvényre jutatják a mindenkori szabályok árnyékát, a kaotikus, a sokszor démonit. Most éppen itt a kiállításon az alkotó saját szabadságának gyökerelmét. A Vászínház galériában kiállított művek fedő és fedett rétegeiben minden feltárultságban van. De a látszólagos rendezetlenség ellenére sem fenyegetőek, hanem felszabadult módon szépek. Stílszerűen fogalmazva, szabadon szépek. Persze, ha megfestett képek mögé nézünk, akkor önkéntelenül láthatóvá válik a megélt módon artikulált vadság és önerő. Képtelében viszont láthatjuk azt, ami nem megfogható, meghallgatóban, ami kontrollja a belsőnek. Igazi értéke azon a határon túl kezdődik, ahol a személyiség áttér a személytelenbe, ahol a szétesett kultúra fragmentumaiból új minőségű élet, új minőségű létezésmód születhet. Hólóban a Lászlónak van bátorsága magáinak vallani az esetleges, a véletlen, az elsüllyedt, funkcióvesztett árnyékot.
műtárgykat értelmezve maga a kiállítás olyan művek művé válik, ami látni engedi ezt a fénylő árnyékot, amely éppen az aktuálása rendre vetül. Látszólag alig van két dolog a köze egymáshoz, de Hollóda Lászlónak nincs olyan művészi gesztusa, amely ne ezt az árnyékot festené felül. A falfirkák, absztrakciói, a fallikus nyíltság, a jelszerűséget kijelölő vadság, az egymásra ragadó gesztusok expresszív áthatásai felerősíti az úgynevezett absztrakt expresszionizmus fedőnevű művészet elemi illemszabályát, azt, hogy nincs olyan szabály, amely korlátlanul érvényes lenne. A jellek jelszimbólumok közötti relációk elérik azt a szintet, amikor a jelentés varázslatos módon felszabadul, az ösztönös önkifejezés érzékisége pedig tagol, szuggesztív megnyilvánulása alakul át, miközben megmarad az elevenség és a rejtélyesség különbözősége. Ebben nem csupán arról az észlelésről van szó, ami a tudat tartományában megjelenik, vagy aminek a jelentőséget tulajdonítunk. Hollóvel alkotó viszonyában éppen a nem tudatosan szabályzott, a véletlen törvényszerűség érhető tette. Elegendő, ha egy-két órát eltölt a műt az ember a művek által újraéredő térben, és minden esztétikai retorika nélkül kiderül, ez a körülöttünk lévő szétesettség és olyan szuggesztív új rend, amit hajlamosak vagyunk nem megkérdőjelezni. Hollóvel egy olyan világot fest, amiben keresi azt a létezést, ami tökéletesen áttetsző, amelynek nincs árnyéka. Keresi még akkor is, ha ilyen nem létezett és véletlenül nem is fog. Ez a dezillúzió érteti, ami az uralmi viszonyok szabálya szerint a kitágított határok miatt veszélyes. Szabad, de veszélyes, hiszen a felszabadult, tudatosan alig ellenőrzött, a semmibe tévelyedhet, akár a kimerevített messzeségig. Az enfajta képi paradoxon alapja a világkép nélküli rejtett képvilág. Az üresség rejtett határértéke persze matematikailag is ugyanolyan problematikus, mint az önfelszámolás metaforikus megvalósítása. Az előbbit a fogalmi gondolkodás logikája vezeti, az utóbbi pedig a legbelső érzelem rejtegező jelentése irányítja. Közelebbről tehát megfigyelhetjük a gesztusszerű vonalkutamokat, a lírai expresszív lendületű látomásokat, ahol a felsejlenek a figurák újraélő körvonalai természeti bulandósága minden átható enyészet. Nem egyértelműen, de a festői módon kódolja, minden elbomlik, felszívódik, a rendezetlenségben tart. Éppen ez a megfestett kettéhasadt valóságképzés az, ami a képi áthatóság dimenziójával összeér, mert mindketté mélyen a meghatározásra törekvő emberi értelem és a meghatározatlan elemi ösztön működik. Másként fogalmazva, a fedő és fedett réteg alatt kifejeződő emberi művészi szabadság. Mégis, ami ontológia közelebb áll az eredethez, abban nincs idol, nincs előkép. A csak rá jellemző festői erő halvány szelleme mégis képes olyan együttélési színformát létrehozni, amiben éppen a forma teremtő erő az, ami a roncsolás, a rombolás után épít, illetve alkot. A posztmodernnek értelmezett korunkban éppen a preformák, az előképek alóli felszabadult árulj jellegű nyers művészet őrzi még meg számunkra az archaikus, az eredethez való teremtő ragaszkodás, az emberi szabadság gyötrelmét és játékosságát. Persze ebben nem közvetlen cél az esztétikai motiváció, de mégis a hóbeli formateremtés képrögzített eufóriája a létező létszintjén artikulálódik. Ez a teremtő erő a tudatosság elő lezárt mélységből kerülő, ami ugyan a ismeretelméletek nehezen közelíthető, de az alkotó személyisére jellemző módon a benne lévő meghatározatlanságként kerül kivetülésre. Pontosabban fogalmazva, az esztétikum határán innen és túllevő feltávolság lesz maga a szabadság, maga a művészet. Éppen az elfolytások, a tudatalatti érzelmek, a csillapított vagy tomboló feszültségek, a belső indulatok spontán ereje és a felhasznált festőanyag egymás átható gesztusa, együttélése, szimbiózisa teremti meg magát a szépséget. Ezért van, hogy a magára maradt alkotó élete és alkotása ontológiailag elválasztható egymástól. A kezdetekben felemelkedett hitelesség megteremtésében ez a kultúra áldozati ősforrása. Hollóvel művészetét is ez az atavisztikus, a lét és a semmi határán mozgó kiismerhetetlen ösztönzi újra és újra. Bár a közösségi eredet elveszett, itt az áldozati lét hiteles festészeti bizonyosságát láthatjuk. Végül engedjék meg, hogy kiemeljem a Gyulai Vászínház Galéria és a személyesen Gedeon József igazgató úr és munkatársai által hosszú évekkel ott a végzett kulturális missziót,
amit a progresszív valósrendű kultúrás értékek bemutatására egy teszt és tesz. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, türelmüket, ezen a kiállítás megnyitom. Köszönöm szépen Szilágyi Andrásnak az egyetemi esztétikai előadás mélységű megnyitóját. Nem véletlenül tanít esztétikát egyetemen, és költő is, hiszen éreztük ezekből a mondatokból sűrített ömörségét a szövegnek, amelyben nagyon jó bent adta ezeknek a képeknek a lényegét. Mindenkit arra kérek, hogy nézze meg ezeket a festményeket, és utána pedig mindenkit szeretettel várok a kamaraterembe, ahol a Hobó József Attila estét nézhetjük meg ma. Tudod, hogy nincs bocsánat címmel. Mindenkinek jó szórakozást kívánok. Köszönjük, hogy eljöttek a megnyitóra. Jó. Majdnem azt kell, hogy jönnek át, hogy akik a balaszok.